November 23-ára és 24-ére közművődési konferenciát szervezett a Dedeskevárosi Művődési Központ és Könyvtár. Az eseményről megye több településről is érkeztek közművődési szakemberek. A kétnapos konferenciának két helyszín, a Dedeskev Művődési Központ és a Hosszúpályi Bormúzeum adott otthont, ahol különböző témájú előadásokat hallhattak a megjelentek, és hasznos információkkal gazdagodhattak a rendezvény szervezést illetően. Nátházi Tálas Csilla, Dedeskevárosi Művődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, a rendezvények célja a kapcsolatépítés, a tudásátadás és a jó gyakorlatok hasznosítása. A kollégákkal nagyon jók a kapcsolataink, tehát a térségi, főleg elsősorban járási településekre értem, de ugyanígy a szakmai módszertan a Nemzeti Művelődési Intézetnek is nagyon sok ilyen alkalmat szokott szervezni, illetve hát tényleg majdnem olyan járásra vagyunk, de sajnos közigazgatásilag nem, például Földes, Hajdúszobát, akik szintén azért közel vannak hozzánk, és fontos, hogy tudjunk egymásról, fontos, hogy beszélgessünk néha, mert mindenki így a hétköznapokban, mindenki megy, csinálja a dolgát, de nagyon fontos, hiszen azért tudjuk, hogy mind, tehát összeköt bennünket azért a kultúránk, hiszen azért nem véletlen, hogy itt vagyunk egymás mellett, ugyanúgy a rendezvényeket nézünk, az eszközeink, tehát hogy azért nagyon-nagyon szoros kapcsolat van közöttünk, és kellenek ezek az alkalmak, ahol néha találkozunk, eszmét cserélünk, kipanaszkodjuk magunkat, jó gyakorlatokat hallunk, hogy az egyik település mit, tehát hogy ez a szakmai kapcsolat volt az elindítója annak, hogy végül is hál' Istennek pályázatból sikerült 2021-ben az első ilyen konferencia sorozatot megcsinálni, és ez is egy célunk volt vele, hogy hát Derecskét mindenképpen, hiszen mi pályázunk, tehát az egyik napnak mindig Derecske ad otthon, és a másik napon, azt pedig más járási településre visszük el, mint 2021-ben Sárándon voltunk, Mikepércsen és Konyáron, illetve még Tépén is, tehát az egy nagyon hosszabb és tartalmas volt, de most azt kell mondanom, hogy igaz, pályázati forrás nem engedte meg, hogy több településre menjünk, de hosszú pálya, ebbe a csodálatos környezetbe, illetve polgármester úr is, illetve végedíték is egy nagyon-nagyon befogadó és nagyon fontos partnerintézmény, így szakmailag is, meg hát tényleg Edit is több évtizede van a szakmában, úgyhogy én, mint fiatalabb ebben a szakmában, azért nagyon sokat tanulhatunk egymástól. A konferencia első napján jelen volt városunk polgármestere Rácz Anikó is, aki több évtizedet is dolgozott a Dereskei Könyvtárban, így teljesen belelát a közművődési intézmények jelenlegi helyzetébe. Én 20 éven át itt a könyvtárban dolgoztam, utóbb jó néhány éven át már könyvtárvezetőként, tehát mondanám, hogy úgy haza jövök ide mindig, bármikor a művelődési központban. Ugye, ahogy elhangzott, hogy tapasztalatcsere, jó gyakorlatok cseréjére is szolgál ugye a mai konferencia, és nincs olyan szakma, nincs olyan foglalkozás, ahol ne lenne fontos egymás jó gyakorlatainak, vagy tapasztalatainak a megismerése. Két hónapja vagyok polgármester, de azt látom, hogyha itt polgármesterek is, hogyha összejönnek, akkor például most, ami aktualitás, ugye a energia, a takarékossági intézkedések, azok mindig szóba kerülnek, hogy ki mit csinál, ki hogy oldja meg a helyzetet, ki milyen intézkedéseket hozott, vagy tervez hozni. A Covid járvány is nagyon a közművelődést, közgyűjteményeket, könyvtárakat sújtotta, és nagyon fontos pedig az a szerep, az a mentális egészség megőrzéséért. Tudjuk, hogy milyen fontos, mennyit tesz egy jó könyv, egy színházi előadása a közösségek. Nem kell ezt itt külön magyarázni, hogy örömteli dolgot is szóba hoznak. Ugye tegnap volt a Menny a napja Nádúrban, és nagyon büszkék voltunk Dereskeváros polgármestereként, meg a kis küldöttséggel nagyon büszkék voltunk rá, hogy két dereskei kitüntetett is van, és az egyikük itt ül közöttünk. Kölcsey Ferenc díjban részesült a Hajdúpár megyei önkormányzat, Kölcsey Ferenc díjban részesítette Csillát, ehhez minden is szeretnék még egyszer gratulálni. És a mai naphoz pedig így a megfogyatkozott létszámmal is, de jó tanácskozás, meg eszmecserét kívánok. A konferencia első napján Jantyik Zsolt, a Kék Káló Menti Névfőiskolai Társaság elnöke is előadást tartott, melynek központi eleme a Látópont Látó Út program volt, melynek célja, hogy új kultúrákkal, szokásokkal ismertessék meg az embereket, a közművelődési szakemberek. Ez volt a lényege, hogy döntéshozókat, civil szervezeti vezetőket és szakembereket vigyünk el, egy kis településről, mondjuk Szabolcsból, vigyük el őket az őrségbe. Hogy szakítsuk ki a kis környezetükből,
és ott legalább két napot eltöltve, vagy három-négy településen megnézzük a jó gyakorlatokat, és aztán összeülünk, és megbeszéljük, hogy mit lehetne csinálni, vagy éppen, ha valami megtetszik neked, akkor hazamész és megcsinálod. Például Sárándon gyönyörű zsigáék egyesülete, egy nagyon szép példa nekem, hogy Dunántúra valahova, hát Nógrádba, egy kis faluba mentünk, és akkor nekik a jó gyakorlatok többek közt az is volt, hogy ilyenkor advent idején egyszer csak összegyűlnek valamelyik vasárnap este a templomnál, mindenki hozza a melegbort, meg a süteményeket, meg stb. Az egész falu összegyűlik, és akkor meghúzzák a harangot azoknak az emlékére, akik abban az évben már elmentek. És kicsit beszélnek együtt arról az emberről, ha hölgy, ha férfi. És aztán hazamennek. Ez egy ilyen kis meghitt félórás, egyórás elfoglaltság. És a zsigáiknak annyira megtetszett, hogy hazajöttek és megcsinálták a lélekharangot Sárándon ugyanúgy, csak ők akkor húzzák meg, amikor valaki születik a faluba. Tehát, hogy nem csak másolásról szól, hanem egy inspiráció is ez az együttlét, meg az, hogy egy másik településen látod, hogy ők ott csinálják. A konferencián jelen volt Boldor Edit is, akinek neve szinte már összefordult Debrecen város eseményeivel. A Főnix rendezvény szervező non-profit Kft. Egykori vezetője, jelenleg a Civisváros polgármesteri kabinetirodájának egyházi és határon túli magyar közösségi kapcsolatokért felelős referenseként dolgozik. A rendezvény szervezésben szerzett tapasztalatait megosztotta a jelenlévőkkel is, és igyekezett további hasznos tanácsokat adni számukra előadása során. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy Derecskére eljöhettem erre a közművelődési konferenciára. Számomra a szakma, amit már néhány évtizede űzök, és különböző területein az életnek, de mindig, ha lehet mondani, a frontvonalban tehettem a dolgom, ez számomra az életem egyik legfontosabb szála, és nagyon boldog vagyok, hogy itt Derecskén olyan kollégákkal találkozhattam, akikkel mi ezt közösen üzzük a napjainkban, ha így fogalmazhatok, és hát olyan kollégákat is láthattam, találkozhattam, akik most kezdték el a szakmájukat, vagy váltottak közben, és én láttam a tekintetekből, és ezért nagyon hálás voltam, és nagyon boldog vagyok most ebben a pillanatban az előadás végeztével, hogy tudtam újat mondani, tudtam a tapasztalataimból olyan ismereteket átadni, vagy olyan tudást átadni, aminek ők most örültek. Egy kicsit a hűvösben is vagyunk, ha egy kicsit kevesebben is vagyunk, de aki ide betér, mint ahogy ide most betértem a Derecskei Művelődési Házba, ez nekem tényleg a nagy örömömre szolgált, és a lelkem feltöltődött, ha más nem, ha már az első lépésben látványnak és könyvekből összeállított karácsonyfát, a díszítését, azt a szeretetet, amivel ide várják az embereket. A konferencia másnapján, november 24-én a Huszupályban található Bormúzeumban találkoztak a közművelődési szakemberek, az eseményt megtisztelte jelenlétével Zana András, a nagyközség polgármestere is, aki elmondta, évente többször is részt vesz ilyen találkozókon. A riporterünknek beszélt ezek jelentőségéről és a település nagyobb volumenű rendezvényeiről is. Évente 2-3 ilyen nagyobb konferenciát szervezünk vagy veszek részt. Településünkön a rendezvényeket kérdezte rálunk, 5 fő rendezvény van évente. Az ellenben az egy fő rendezvényünk elszemben, ami előző években volt, de most már teljesen felépítettük ezt a rendszert, és egyre többen látogatják településünk rendezvényeit, egyre nagyobb hírünk van. Most jelenleg, ahol vagyunk, ezen a helyszínen is nemzetközi, illetve országos rendezvények is szoktak lenni. Minden egyes rendezvényen vannak hasznos információk, mindig tanulunk abból, amit hallunk. Én úgy gondolom, hogy sok konferenciának is ez a lényege, hogy az emberek egymás segítve, egymásnak átadva a tapasztalataikat, azt a gyakorlatba tudják átvinni és megvalósítani. A konferencia nyitásaként polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd Aranyász János, marketing kommunikációs szakember, az Open Media Consulting Kft. Ügyvezetője tartott előadást település marketing a gyakorlatban címmel. A riporterünknek beszélt az előadás főbb témaköreiről is. A marketingről
a márkaépítésről és a település marketingben való megjelenéséről ezeknek a dolgoknak. Eléggé átívelő és sok mindent átölelő információs halmazt sikerült ma átadni ezeknek a szakembereknek. Az előadás utáni beszélgetésekből kiderült az, hogy volt jó néhány olyan kérdés, amire sikerült választ kapniuk, illetve ami még fontosabb ettől, nagyon sok kérdés felvetődött bennük, amire ezután keresni fogják a választ, akár szakemberek segítségével, vagy akár egy szűkebb környezetben, egy magmarketing keretén belül. Ezek a konferenciák vagy workshopok azért fontosak, mert jó gyakorlatokat ismerhetnek meg. Más szakember szemével tudják egy picikét a saját helyzetükre levetíteni az összes olyan információt, ami megjelenik egy-egy ilyen konferencia alkalmával. És ebből tudnak meríteni. Akár lehet, hogy csak egyetlen egy mondatot visznek el magukkal, de a mai témakörünkben, hogyha jól belegondolok, négy nagyon fontos kérdés hangzott el, ami nem változik évszázadok óta, de a válaszok valahogy mindig aktualizálni kell, a válaszokat mindig aktualizálni kell, ez pedig, hogy mit üzenjünk kinek, milyen gyakran és milyen csatornákon. Ez a négy kérdés nem változik, de az eladott válaszok bizony akár napra készek kell, hogy legyenek, és ezeknek a kutatásában tudunk egymásnak segíteni, gyakorlatilag az ilyen alkalmakkor is. A modern marketing most már, amit mi is csinálunk, vagy én is igyekszem csinálni, az nem csupán az image-re koncentrál, hanem az emberi kapcsolatokra és magukra a kapcsolatokra. Ezeket reflektálja, megpróbálja megérteni ezeket a kapcsolatokat, hogy hogyan működnek, és megpróbálja ezekre reagálni, ezekre az igényekre. Ott mindenhol vannak problémák, igények, felmerülő dolgok, és nekünk erre kell valamilyen fajta megoldást folyamatosan a kapcsolatokon keresztül foganatosítani. Erre hagyok időt, kb. 3 másodpercet. Önmagáért beszél. De sokan nem jutunk el eddig a dologig. Itt hosszú pályában hál' Istennek egyébként eljutottak. A sikeres település marketing kulcsa bizony az elégedett lakosság. Tudunk-e ilyet csinálni? Nézzük csak meg ezt a képet. Hát itt ahányan vannak annyi félék. Ki tudunk elégíteni ennyi embert? És most idézőjelbe tettem a mondatomat. Az igényeit? Úgyhogy mindenki boldog legyen? Mindenki elégedett legyen? Hát nem tudunk. Hát nem tudom, megpróbálhatjuk, beleszakadunk. Sokan megpróbálják egyébként, és elkövetik a hibát. Nem lehet. A település marketing nem lehet mindenkihez szólni. Nem lehet. Ott szegmentálni kell, nincs mese, és célzottan közösségeket és uniókat kell megcéloznunk, a közösségek átfedéseit. Dr. Szalva Szabó Katalin a közművelődés és a média kapcsolatáról tartott előadást a konferencián. Sokszor én is elgondolkoztam, hogy mi is osztottuk meg az eseményeket, a beszámolókat, a fotókat a Facebookon, és van, ami rengeteg embert elért, van, ami alig ért el valaki, hogy van ennek értelme, csináljuk, ne csináljuk, és egyébként van értelme, tehát azt gondolom, hogy nem szabad ezt abba menni, még akkor is, hogyha én is azt látom, hogy van, amire egy-két kedvelés érkezik, mert azért szeretik, meg ugye kényelmesek az emberek, ott van a telefonban, látja, hogy milyen esemény történik, tehát ez nagyon célra vezető, de egyébként pedig egy jó anyag, egy jó cikk, egy jó tévés anyag, meg nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni, ezt tapasztaltam az elmúlt évek során. Itt vagyok Hajdúbihar megyében, ahol minden településnek, minden közösségnek megvan a sajátossága, megvan a büszkesége. És én azért szeretem ezt a munkát egyébként, mert nagyon kinyílt a világ, és tényleg annyiféle közösséget megismerek, és ezek feltöltelek. Viszont ugye kell valami, amit mutassunk a média felé, hogy tényleg felfigyeljen mondjuk egy megyei tévé, vagy újság, vagy a honlap is arra az eseményre, vagy arra a közösségre, és akkor be tudja mutatni. Nátházi Tálas Csilla, a Dereskevárosi Művészeti Központ és Könyvtár vezetője riporterünknek elmondta, az előadások során sok hasznos információval gazdagodhattak a közművelődési szakemberek. Amellett, hogy beszélgetünk, műhely munka, jó gyakorlatok, hálózatiasodása, egy kicsit így fogalmazhatom, amellett mindig olyan előadásokat is hozunk, amiről nagyon fontos, hogy halljunk, vagy éppen úgy érzem, hogy egy kicsit elmaradottak vagyunk, ha most a közösségi médiára gondolok a mai napra, hogy Aranyász János, aki itt azért nagyon sokat dolgozik, de tudjuk például, hogy Derecskei, tehát 14 évet azért Derecskén élt,
és tudtuk, hogy mivel foglalkozik, akár az esztári lecsófesztivált nézzük, vagy hosszú pályba is a marketing építése foglalkozik, és tényleg csodákat művelt itt. Tehát jó ezt, ha halljuk, hogy van ilyen. Vagy éppen most a közmeledés és a média kapcsolatáról hallhatunk dr. Szarvas Szabó Katától, de tegnapi nap például maga a protokoll rendezvények, hiszen szerintem minden művelődés szervező rákfenéje, hogy egy protokoll rendezvénye minden jól menjen, tehát az egyik legnagyobb szakember a megyében Bódor Edit tartott előadást, és hát a hazaikat hagytam most így utoljára, hogy Jantyik Zsolt, aki a látóutakról, ami szintén egy kis hálózatiasodás, tehát hogy lássuk egymás településeit, menjünk, tényleg nézzük el a jó gyakorlatokat, tehát Zsolt pedig az előnőröm Derecskén tartott előadást erről, és tényleg azt mondom, hogy ilyenkor az ember, egy szakember feltöltődik, hogy újabb lendületet kap, hogy igen, mit kell még tenni. Tehát én azt mondom, hogy a második nap vége fele közeledve így nagyon, nagyon jól érzem magam, és azt mondom, hogy egy újabb lendületet ad a szürke hétköznapokba is, és már tényleg csak a Művelődési Intézet előadása van igazgatójának, Angyal Lászlónak, aki hát azt mondom, hogy összetartja, ő a megye Nemzeti Művelődési Intézetnek az igazgatója, és hát nagyon fontos kérdés lesz itt a végén, hiszen azért tudjuk, hogy most a Covid után mekkora teher fog akár minden szférában, de a kultúrában is, és vele keressük majd a kiutakat, hogy ki hogy csinálja, vagy esetleg ők, mint módszertani munkatársak, hogy látják a jövőt ebben a szférában. Angyal László, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdúbia megye igazgatója beszélt riporterünknek az ilyen és ehhez hasonló konferenciák jelentőségéről és fontosságáról is. Nagyon fontosak az ilyen tanácskozások, főleg azért, mert ezek egy térségi tanácskozások, járási szintű. Tehát azok a települések, amelyek Isten adta okok folytán és egymásra utaltan kellene, hogy dolgozzanak, vagy cselekedjenek, azok most elég gyakran tartanak ilyen tanácskozásokat, és ez egy rendkívül fontos dolog. És ilyenkor kiderül az, hogy egyébként is jók az együttműködések, de kiderülhet az, hogy hol van még lehetőség a kapcsolatok bővítésére, hol van lehetőség a további együttműködésre, illetve az is kiderülhet, hogy hol vannak olyan problémák, feladatok, gondok, amelyeket közösen jobban meg tudnak oldani. Tehát minden ilyen fórum szükséges és nagyszerű dolog. A két napnak a tematikája nagyon izgalmas és jól hasznosítható. Tulajdonképpen most egy kicsit a kulturális marketing, vagy település marketing, vagy rendezvény marketing témában hallottunk egy remek előadást. Nagyon jól összefoglalta az előadó azokat a szempontokat, amelyeket minden szolgáltatás esetében figyelembe kell venni, és jól kell tudni használni. És az én előadásom is tulajdonképpen erre fog fókuszálni, a közművelődési szolgáltatások szerepére. És mind a marketingnek, mind a többi előadásnak talán az egyik legfontosabb üzenete az, hogy az jó életminőség legyen a településen, erősítse a helyben lakóknak az identitástudatát, és azt gondolják és azt mondják, hogy jó itt élni. Megyei feladatot ellátó intézmény vezetője vagyok, közvetlen, szinte mindennapos a munkakapcsolatunk a Derecskei Művelődési Központ munkatársaival. Éppen két hete egy online beszélgetést, megyei fórumot tartottunk arról a helyzetről, amit az energiaválság okozott, és arra kerestük a választ, hogy hol, milyen megoldások, milyen módszerek vannak, amelyeket meg tudunk osztani a megye településeivel, és pont Derecske volt az egyik résztvevője, igazgatóasszony Csilla, akinek most is gratulálok a kitüntetéséhez, megragadtam az alkalmat elismeréséhez, és ugye ő is elmondta azt a módszert, amit ők alkalmaznak a Művelődési Központban, hogy a csoportok, a közösségek tovább tudjanak működni, és ezt is megosztottuk a megyei kollégákkal, egyébként pedig nagyra értékelem a munkájukat. A kétnapos konferencia tehát elérte célját, a megye közművelődési szakemberei beszélgethettek a szakma szépségéről, valamint megoszthatták egymással gondolataikat, tapasztalataikat a rendezvényszervezés kapcsán.